Krisztusban, kedves testvérek! Íme hát, oly sok várakozás után itt állunk karácsonykor az Isten templomában, és próbálunk valahogy ezen a szent éjszakán másképpen érezni, mint ahogy az év többi napján érzünk. Talán nem vagyok egyedül, amikor ezen az éjszakán három fontos emberi érzés megnövekszik és megerősödik bennünk, és a három emberi érzés közül az első a békesség. Oly sok harc van egy ember életében. Harcol magával, a maga esetlegességével, a maga hibáival és bűneivel. Harcol a családjáért, vagy sokszor a családdal. Harcol a világgal, a világ minden létezésével, a létezésnek a fájdalmaival, és ezek a harcok nagyon kikezdik az emberben a békességet, és sokszor válunk erőszakossá, türelmetlenné, hibázókká, akik fájdalmakat szerzünk magunknak, és fájdalmakat okozunk egymásnak. Amikor Isten fia belép a világba, és megszületik ezen az éjszakán, akkor egy kicsit minden megváltozik a békesség terén. Úgy gondolom, hogy minden harc egy kicsit elhalványul, és minden indulat egy kicsit megszelídül. És amikor ez a békesség jelenik meg a születő Krisztus egész családjában, abban a legnagyobb szomorúságban, vagy szorongatásban, vagy nélkülözésben, amikor bennük megjelenik ez a békesség, akkor ránk is a békétlenségek helyett békesség tör, bár az élet körülöttünk nem, de bennünk sokat változik. És ezt a békességet hordozzuk most, ezen az éjszakán, ezt a békességet őrizzük és hordozzuk a karácsonynak a napjaiban. Ezt a békességet akarjuk hordozni egy egész életen keresztül, mint boldogságunk zálogát. Hát óvjátok és ápoljátok magatokban és magatok körül ezt a békességet. Isten mindig erőt ad ezen az éjszakán, különösen is ahhoz, hogy megszelídüljünk, és erőszakosságaink helyett, a lázadásaink helyett a békesség lelkét hordozzuk, és ez válik örömünkre. A másik emberi érzés, ami ezen az éjszakán megnövekszik és megerősödik, ez az elégedettség. Oly sok tennivaló van egy emberi élet során. Oly sok tennivalónk volt az elmúlt napokban, az elmúlt évben. Oly sok tennivalónk van az életünk során, hogy megfeledkezünk arról, hogy mindig megálljunk, és mindig fontossági sorrendet állítsunk magunkban. Hogy mindig lássuk azt, hogy mi az, ami igazán fontos a saját életünk és boldogulásunk terén, és mi az, ami kevésbé fontos. Most, amikor Isten belép ebbe a világba, akkor ő ügyesen válogat. Az ő ügyes válogatása leginkább az, hogy nem választ el jókat és rosszakat, olyanokat, akik nagyon kedvesek, meg olyanokat, akik kevésbé kedvesek. Mindenki odafér. Jézus születési jászola egészen nagy, és mindenki odafér. Benne a gyermek talán kicsi, de a helyzet és a körülmények elég nagyok ahhoz, hogy mindenki odaálljon, és mindenki odaférjen. A családatya érkezik. A családatya érkezik a világba ezen az éjszakán, és amikor valaki érezte már, hogy mit jelent egy sokat várt ember érkezése, akkor tudja, hogy mindenki összeszalad. Így szaladunk össze mi is az örömhír kapcsán ezen az éjszakán. És odaállunk, és minél közelebb akarunk állni, annál többet látunk ebből a kicsin gyermekből, és amikor közel állunk egymáshoz, amikor közel állunk Jézushoz, akkor közel kerülünk egymáshoz is. Így leszünk mi válogatatlanul egy család ebben a templomban, ebben a városban, ezen a világon. Közel állva Jézushoz, közel állunk egymáshoz is. És amikor közel állunk hozzá, a szeretet és a békesség szerzőjéhez, és amikor közel állunk egymás mellé, a jászol mellett, akkor érezzük igazán, hogy megindul közte és köztünk, és ember és ember között igazán újra a szeretet, és a szeretet újra az első helyre kerül, és aki a szeretetet érzi az Isten oldaláról,
És aki a szeretetet érzi egy másik ember oldaláról, az végül mégiscsak minden nehézsége, minden küzdelme ellenére is elégedett lesz. Mert semmi sem kell nekünk jobban annál, hogy szeressen bennünket az Isten, nem csak ezen az éjszakán, hanem egy életen át, és semmi se kell nekünk jobban annál, hogy szeressen bennünket egy másik ember, egy barát, egy társ, egy gyermek, vagy egy szülő. Megerősödik bennünk a békesség, megerősödik bennünk az elégedettség, és megerősödik bennünk a remény. Az élet nagyon kemény is tud lenni. Ha visszagondolunk az elmúlt napokra, egy-két évre, vagy egész eddigi életünkre, látjuk, hogy hányszor kezdte ki ez az élet bennünk a reményt. Azt a reményt, hogy holnap jobb lesz. Azt a reményt, hogy mindig van értelme, hogy holnap is lesz értelme. Azt a reményt, hogy a betegség vagy a halál nem teszi tönkre az életünket. Hányszor, milyen módokon kezdte ki a reményt bennünk az élet, az életnek a küzdelmei. És amikor ma minden lehetetlen körülmények ellenére Jézus belép a világba, akkor megpróbálja visszatölteni az emberbe az elveszített reménységeket, és ez a Krisztus nem csak ilyen kis csecsemőként jön, hanem velünk marad a felnövekedésnek az éveiben, velünk marad a tanításnak az éveiben, velünk lesz a halálban, az eltemetkezésben és a feltámadásban, és velünk akar lenni a halál túlsó oldalán, az ő országában is. Az éjszaka legnagyobb hirdetése, Isten belép az életünkbe, belép a világba, és soha többé nem akar eltávozni se a világból, se a mi személyes életünkből sem. Isten velünk van, és Isten velünk marad. Ennél jobban semmi sem adja vissza az embernek a reményt, még akkor sem, ha az élet kemény és nehéz, és veszteségeket okoz nekünk. Az Isten elég nagy, megtehette volna, hogy Jézust 30 évesen, erejének teljében, kemény szikárságában küldi el ebbe a világba, és ugyanúgy kezdhette volna a tanítását, és ugyanúgy megválthatta volna az emberiséget. De az Isten nem így jött. Az Isten kicsiny, törékeny, csecsemő formájában jött. És ez a kicsinység, ez a törékenység és kiszolgáltatottság a legnagyobb intelem nekünk ezen az éjszakán. Amikor mi egymáshoz fordulunk, amikor Istenhez fordulunk, akkor féltő, szerető, aggódó odaadással törődünk vele magunkban, és talán ugyanilyen féltő, törődő és óvatos módon fordulunk egymás felé, hogy érezze ő, hogy viszont szeretjük, és érezzük egymás mellett, hogy hasonlóképpen próbálunk magunk is egy másik embert szeretni. Ezen az éjszakán, ebben a gyöngéd és törékeny szeretetben megerősödik bennünk a békesség, megerősödik bennünk az elégedettség, és megerősödik bennünk a remény. És ezen az éjszakán mindennek csak egyetlen oka van, velünk az Isten. Boldog karácsonyt kívánunk!